De ahhoz, hogy a deep state ellen tudjál küzdeni, olyan, olyan szakértőkre van szükséged, akik belülről ismerik, komolyan ismerik a deep state-et, deep state működését. Tehát ugyanak, aki tagja a deep state te... Igen, a Trumpféle külpolitikai gondolkodásban a béke az nem cél, az egy eszköz. A, ami a, mi a cél? A cél az, hogy America first. Ez a cél. Amerika az első, Amerikát megerősíteni, és a, a háború az nem jó a biznisznek. Az európai sajtónak azt kell, azt kell kommunikálni, hogy Izrael mindenben téved. Gázát senki nem akarja. És nem, hagyhatod, nem hagyhatsz egy bukott államot magad mellett. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Szeretettel köszöntöm a Mondiner nézőit és hallgatóit. Ez itt a Stratégia a házigazdával, Póca Istvánnal és a heti vendégével, Robert C. Castellel, biztonságpolitikai szakértővel, az Alapjogért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával, ráadásul személyesen. Szervusz, Robert, szeretettel köszöntelek. Szervusz István, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket egy napsütéses Budapestről. Na, napsütéses, napsütéses, nem tudom, amikor felveszük ezt a beszélgetést, kicsit ködös, de azért, de azért vidám, meg örülök neki egyébként, hogy együtt tudunk végre beszélgetni, és személyesen tudunk beszélgetni. Most már megszokhatták a nézők, hogy rendszeresen folytatunk beszélgetéseket időről időre a közelkelti politikának a megértésével kapcsolatban, meg a közelkelti erőviszonyoknak a megértésével kapcsolatban. Most is részben ezt tűztem ki célul, de azért picit beszéljünk a világról. Picit beszéljünk az amerikai elnökválasztásról, nyilván ezzel összefüggésben az ukrajnairól, aztán majd lesz egy felvételünk, az holnap és majd csütörtökön fogadásba kerülni. A harstérrel kapcsolatban majd nyilván résztesen fogjuk Antonnal kiegészülve érinteni ezeket a kérdéseket. Kezdjük akkor Amerikával. Ugye most már látjuk, hogy az elnökválasztás lezárult, eredményhez kérdés nem fűződik, mindenki elismerte Trump elnöknek a győzelmét. És épül az új Trump adminisztráció, most már a, a talán legfontosabb szereplőket bejelentették, és a különböző a pozíciókat, és hát szinte napi szinten osztják ki, és napi szinten jelentgetik be, hogy ki lesz majd egyik vagy másik tárcának majd a vezetője, vagy minisztériumnak a vezetője majd Amerikában. Geopolitikai szempontból mire lehet -e következtetni? Ugye van Trumpnak egy ígérete, most tegyük félre az Ukrajna 24 órás ígéretet van, az, hogy ő békét hoz és békét teremt. Ez az adminisztrációnak az összeállítása valóban ezt árulja el? Meg az első mozgásai Trumpnak szerinted? néhány megjegyzés ebben a kapcsolatban. Tehát láttuk azt, hogy az első Trump adminisztráció alatt Trump még nem birtokolta teljesen a republikánus pártot. És az a vödör mondjuk, amiből meríthetett kádereket, amiből föltöltheti az adminisztrációját, az igen, igen minimális volt, és olyan embereket volt kénytelen választani, akik egy, nem voltak lojalisak hozzá, kettő, nem feltétlenül voltak a washingtoni benfentesek, tehát nem voltak olyan mocsárlakok, akik tudják ezt a gépezetet működtetni. Láttunk üzletembereket, meg tábornokokat, meg ilyen figurákat, akik általában duplán bukásra voltak ítélve, mert nem értették meg, hogy ebben az admini Trump adminisztráció jobban aki a ritmus diktálja, az az elnök, és nem ők. Tehát nem értették meg ezt a dolgot. És a másik dolog, a, mocsárnak, a mocsárt nem tudták működtetni. Tehát nem, nem voltak olyan benfentesek, akik átlátják ennek a mocsárnak a mozgását, és ez, kudarcot vallottak, és ezért láttuk ezeket a személyzeti cseréket. Ez volt, amit hallottunk, ugye, hogy Deep State-ként jellemzett rám, hogy ezzel küzd folyamatosan. Ez ja, volt ugye a kommunikációja az első elemsége alatt. Igen, igen. Ugyanakkor nagyon itt, itt ez olyan fából vaskarika. Mert ahhoz, hogy a Deep State ellen tudjál küzdeni, olyan, olyan szakértőkre van szükséged, akik belülről ismerik, komolyan ismerik a Deep State-et, Deep State működését. Tehát ugyanakkor aki tagja nem lete... a Deep Igen. Tehát ugyanakkor nem lehet korumpál váltala. Tehát ilyen fából vaskarika, nagyon nehéz ilyeneket találni. Kívülállónak nagyon nehéz megérteni ezt a, ezt a világot, működtetni ezt a világot, és teljesen Mellékes, hogy milyen üzleti, vagy vagy, vagy vagy katonai, vagy szakszolgálati háttérrel érkeznek. Hogyha nem, nem ismered a működést, akkor nem ismered a működését. Akkor egy idegen vagy idegen országban, ahogy, eh, ahogy eh, Mózes mondta igaz a Gersomról, hogy eh, idegen egy idegen földön, mikor megszületett uh -huh. a gyereke. Tehát, na, idegen vagy idegen földön, és Trump, mivel ő maga is egy kívülálló volt, neki annál inkább szüksége volt ezekre a belső játékosokra, és nem volt neki. Na most ez egy teljesen más helyzetet látunk. A demokra... Trump gyakorlatilag újra megteremtette az amerikai republikánus pártot a saját képmására. Ő is egy komoly személyes tapasztalattal jön, és látjuk, hogy azok az emberek, akiket kinevezett ezekre a pozíciókra, általában tapasztalattal érkeznek. Tehát, hogyha végigfutatjuk a fejünkben a neveket, én nehezen tudok egy olyan, olyas valakire gondolni, aki teljesen tapasztalat nélkül érkezik. Tehát most vett, vett el az egyenruhát, és most lett belőle washingtoni játékos, mondjuk úgy. Kevés, kevés ilyen figura van, akik teljesen idegenek ettől a világtól. Akkor most már nem derogál Trump kormányában ülni? Én nem tudom, hogy derogál, vagy nem derogál, ezt mindenki magának kell eldönteni. Van, aki számára jó óriási megtiszteltetés. Tehát én azt hiszem, hogy aki maga éva teszi ezt a maga ideológiát, és tényleg változást akar elhozni számára, ez élete lehetősége, hogy tényleg valamilyen változást hozzon létre. Lehet, hogy a, a, a régi vágású mocsárlakoknak egy, egy, részének ez derogálhat, de ezt Erre utaltam. Ember... Én az első alatt nagyon úgy tűnt, amiről mondtad is, hogy nehezen tudta összehozni az embereket, Igen. hogy hogy így hát tartózkodtak tőle, és akkor igen, foglaltam igen. össze az álláspontukat. Igen, nyilvánvaló, mert a mocsárnak a, a, a szociológiája sokkal fontosabb, mint az ideológiai része a dolognak. Tehát még ha republikánus is vagy, de a mocsárba akarod letölteni az életet, onnan, onnan, onnan akarsz nyugdíjba menni, ez az életpálya modelled, akkor mondjuk ez nem volt egy jó ajánlás, hogy, hogy a Trump adminisztrációba pozíciót vállalja. Azt hiszem, ez most, most egy kicsit már másképp, másképp látják a dolgokat, és egy sokkal nagyobb tömegbázis van amiből Trump választott, és látjuk azt, hogy igen komoly dilemmák voltak a külügyminiszter kinevezésével kapcsolatban, és más pozíciók. Tehát volt, volt több opció, mondjuk úgy. És most, amikor azt látjuk, hogy nagyon készül, és a republikánusok is nagyon készülnek erre az adminisztráció, hogy átveszik akkor a, újra az irányítást. A mostani helyzetben lehet azt mondani, hogy minden, ami történni fog, akár az el, a beiktatásig, azt rámnak az akarata? Én úgy gondolom, hogy van egy nagyon érdekes együttműködés, a vártnál jobb együttműködés a Biden adminisztráció, a leköszönő Biden adminisztráció és a belépő Trump adminisztráció között. Nekem úgy tűnik, és ez csak az én spekulációm, az én feltételezésem, hogy Trump szeretné megadni Bidennek azt az elégtételt, hogy még az ő országlás alatt bizonyos konfliktusok lezárulnak, tehát Biden nevéhez fog fűződni az, hogy esetleg egy tűzszünet jön létre a közel-keleten, akár Libanonnal, akár Gázával, akár egy szélesebb tűzszünet. Ez miért éri meg Trumpnak? Én azt hiszem, hogy tiszta alappal akar kezdeni. Tiszta alappal akar kezdeni, és úgy gondolom, hogy ő valóban minden amerikainak az elnöke akar lenni, és nem csak a maga republikánusoknak az elnöke akar lenni. Tehát ez egy olyan gesztus a centrista demokraták felé, és ez lehetővé teszi esetleg azt, hogy ebből a táborból bizonyos támogatást kapjon, vagy, 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 olyan embereket tudja magához közelebb hozni, akik aztán segíteni fogják abban, hogy a politikáját megvalósítsa. Tehát mindenképpen szükséged van arra, hogy átnyúlja az elválasztó vonalak fölött, és hogy szövetségeket köss, és ez is egyfajta deal tulajdonképpen. Tehát ahelyett, hogy megalázná biden az utóbbi hónap, mibe kerül neki itt egy gesztus gyakorolnia, és ez csak egy lehetőség. Tehát nem biztos, hogy összejön a dolog. De már maga az, hogy van egy potenciális energia, hogy ez a, ez a lavina elkezd, amit úgy hívnak, hogy a Trump adminisztráció elkezd görögni, és van egy olyan üzenete a Hiszballa, meg a Hamas felé, meg Irán felé is, hogy jobb lesz kiegyeznetek most, mert a, a egy, egyre nehezebb feltételek mellett fogtok, uh, fogtok tűzszünetet kötni. Tehát van egy ilyen üzenet. Trumpnak jobban megérni egy tiszta lappal kezdeni, mint azt mondani, hogy akkor mit tudom én, egy hónap alatt ő elkezdi mondjuk januárban, és akkor nem tudom, február végére megvan a tűzszüneti a közelket és azt mondja, hogy tudja lobogtatni, hogy hát ezt is én csináltam. Én úgy gondolom, hogy ö, minden politikusnak szüksége van opciókra. Minél több opciót akar megnyitni maga előtt. És hogyha a, ha ezt, ezeknek, ezeknek a problémáknak a megoldását avval kezdi, hogy ö, megpróbál diktálni valamit ezeknek a játékosoknak, és, vele dat, és ezek dacolni fognak vele, akkor, akkor sokkal nehezebb, tehát sokkal drámaian leszűkül a, a a mozgási tere, mint abban a helyzetben, hogy ez a folyamat elkezdődött még előtte, és hogyha van valamilyen baki, tehát mondjuk a hiszbal azt mondja, hogy nem hajlandó tárgyalni, nem hajlandó az adott feltételek mellett tűzszünetet kötni, akkor nem veled acoltak, hanem még az előző adminisztrációval, és van ez a váltás, ami lehetővé teszi egy ilyen resetet, hogy Obama annak idején tett egy piros gombot az asztalra, és megnyomta egy ilyen naív és hülye gesztussal. Tehát lehetővé teszi azt ez a, az adminisztrációknak a váltás, hogy újra a dolgot. Tehát most nem sikerül összehozni a, ezt, ezt a, ezt a fajta enyhülést, vagy ezt a deeszkalációt, akkor még mindig van rá még egy lehetőség. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy van ebbe egy belpolitikai üzenet, és egy ilyen békéltető belpolitikai üzenet, hogy ahelyett, hogy konfrontálódna a Biden adminisztrációval. Láttuk ezt a konfrontációt a, a Obama leköszönése, Obamának a sántakacsa időszaka és, és Trump a, 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 Trump belépése között. Itt, egy, hogyha egy sokkal simább lesz ez az átmenet, mint amilyen akkor volt, ez mindenképpen könnyebbé teszi Trumpnak a kormányzását is. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy Trumpnak megéri, vagy megérheti létrehozni a békét, még azelőtt, hogy átvenni az elnökséget, akkor gondolhatjuk azt is, hogy valójában ő sokkal nagyobb eredményeket akar, mint egy egyszerű fegyverszünet a közel-keleten? Hát neki sokkal nagyobbak a céljai, vagy sokkal hosszabb távúak a céljai? Tehát tisztában kell lenni avval, hogy a, a, a Trumpféle külpolitikai gondolkodásban a béke az nem cél, az egy eszköz. A, ami a cél? A cél az, hogy America first. Ez a cél. Amerika az első, Amerikát megerősíteni, és a, a háború az nem jó a biznisznek. Tehát ilyen szempontból a, a Trumpnak a gondolkodása teljesen, teljesen pragmatikus. Teljesen pragmatikus, és a, békét a egyfajta pragmatikus eszközként kezeli, és nem egy ideológiai célként. Ez két teljesen különböző dolog. Mert hogyha most, tudom én, ez, vannak ezek a tűzszüneti tárgyalások, és a Hiszbal azt mondja, hogy nem hajlandó elfogadni, akkor Trumpnak nincs semmi problémája avval, hogy, hogy enged, és hozzásegít ahhoz, hogy, hogy eszkalálja ezt a dolgot a Hiszbalával szemben, és to tovább darálja a Hiszbalát, tehát azt, hogy a, demokrata pártnak a progresszív szárnya sivalkodni fog, ez mondjuk Trumpot igen kevésbé hagyja meg. Biden elnök nem tudta magát függetleníteni ezektől a hangoktól. Tehát ez adja a Trump-féle külpolitika súlyát. Tehát hasonló helyzetet látunk régen esetében is, mikor a kárter alatt az irániak ejtették az amerikai követségnek a dolgozóit, és régen megnyerte a választásokat, még fényévekkel, fényévekkel volt a beiktatás előtt, az irániak gyorsan elengedték a tuszokat, mert nem akartak régen eltárgyalni. Tehát van egy ilyen régeni üzenet ebben, hogy hidd el, nem akarsz velem tárgyalni. Beszéld hmm. meg a dolgot Biden úrral, te nem akarsz velem tárgyalni. Van egy ilyen üzenet is ebben. Úgy fogalmaztál az imént, hogy egy gesztust tesz, vagy tehet Biden felé, azzal, hogy Vázzi lehetővé teszi, hogy az ő elnökségének a végéhez kötődjön a közelkeleti keleti fegyverszünet. Na most ugye az ember azt gondolná, hogy akkor a, ez a kettő az egy papíron van, vagy, közel egy, vagy a két papír egymás mellett van a, mind a kettőnek az asztalán Ukrajnával kapcsolatban. És hogy ha már gesztus, akkor lehet-e gesztusként, vagy milyen gesztusként le érdemes tekinteni arra, hogy a Fehér Ház most jóvá hagyta azt, hogy Ukrajna amerikai fegyverekkel csapásmérjen távoli orosz célpontokra? Mert ez meg, mint hogyha nem egy... Ez, ja, ez meg teljesen más irányba viszi teljesen. a folyamatokat, mint amit Trump szeretne elérni. Hát te, két teljesen más konfliktusról van szó, és én szarvas hibának tartom megpróbálni összemosni a két dolgot, vagy ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanavval a... De bocsáss meg, a cél az ugyanaz, nem? Tehát, hogy mind a kettőt békéve, vagy békésen Igen. lezárni, most valószínűleg nem bék, egyik se egy valószínűleg nagy béke lesz, mind a kettő valószínűleg fegyverszünet. Igen. Tehát a, a, cél mindenképpen ugyanaz. Az út, vagy a lehetőségek, vagy az időintervallum, ami előttünk áll, az teljesen más. Tehát két teljesen más. Lehet, hogy ugyanazt az, az, a, 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 ugyanazt az edényt akarod kiformálni, csak az egyik edényt agyagból készíted, a másikat pedig márványból próbálod kifaragni. Teljes, két teljesen más munka, teljesen más munka folyamatok. A, Iránt tehát a Hiszbalát, a Hamászt, vagy Iránt levinni kajakra elnézést a parlagi kifejezéssel, az aránylag, aránylag könnyű. Ez se egy könnyű dolog, de aránylag könnyű. Oroszországot levinni kajakra, az egy teljesen más dolog. Tehát azok a kényszerítő eszközök, amik a rendelkezésére állnak Amerikának, ezekkel az iráni proxikkal, vagy Iránnal szemben sokkal, sokkal nagyobbak, mint Oroszországgal szemben. Tehát avval, hogy gondoskodtunk arról, hogy minden olyan, köteléket, ami Oroszországhoz köt minket, elvágjuk, ezzel elveszítettük a képességünket, hogy ezt az orosz tutajt jobbra vagy balra húzzuk ezekkel a kötelekkel. Tehát itt, itt, van egy igen komoly probléma ezzel kapcsolatban. És ezért, ezért adtam ezt a metaforát az agyagedény meg a márványedény között. Ott Oroszországon igen komoly csiszolásra lesz még szükség, ott az nem ezt olyan gyors folyamat, mint a közel -keleten. Pedig én azt gondoltam volna, hogy a kettő közül egyértelműen az ukrajnai lehet a gyorsabb, mert hogy ott tulajdonképpen csak, idézőjelben csak, de két országot vagy két szereplőt kell meggyőzni arról, hogy valamilyen megoldás szülessen, legalább egy fegyverszünet legyen. Ugye a közel oké, okay, hogy le tudom rerukálni kettő szereplőre, kétszemben álló félre, Izraelre, meg Iránra, de annyi ilyen proxy, meg annyi ilyen uh, rárakódott uh, családi, uh, különböző ilyen uh, generációs konfliktusok, különböző egyéb más dolgok vannak, hogy ott nagyobb a valószínűség, hogy ez újra fellángol és kirobban több szereplőt kell meggyőzni. Tehát abban teljesen egyetértek, hogy a komplexitás a Közel-Keleten és Oroszországban más. Mégis Kö... gyorsabb. Mégis gyorsabb, és azt is megmondom, hogy miért. Az én, az én meglátásom szerint a, a közel-keleti hadszíntéren két nagy játékos van, Irán és Izrael. Amerika egyformán, gyakorolhat nyomást úgy irána, mint Izraelre. Tehát Izrael kapcsolatban csak annyit kell mondani, hogy, hogy ezt a diplomáciai pajzsot, amit eléje tart a biztonsági tanácsban, elvesz Izraeltől, és tovább a fegyverembargót vezet be, vagy valami ilyesmi, és akkor gyakorlatilag ebben ezzel, ezzel sikerült igen, igen komoly nyomást gyakorol, gyakorolni Izraeli. Iránnak pedig egyszerűen Amerika azt mondja, hogy lebombázom az atomlétesítményeit. ennél világosabb beszédet még nem is hallottam. Tehát nincs ennél világosabb beszéd, vagy elrátom Izraelt azokkal az eszközökkel, meg avval a hírszerzési információval, hogy majd ők bombázzák le az atomlétesítményeit. meg az energiaiparodat, meg mindent. Tehát egy egyenes fenyegetés. Ez nagyon-nagyon világos beszéd. Ezt ennek ugye nem lehet félreérteni, mondjuk úgy. Ami Oroszországot illeti, Ukrajnát nyilvánvalóan tudja presszionálni az Egyesült Államok és az, mivel tudja presszionálni Oroszországot. A probléma az orosz-ukrán konfliktusban, hogy ott csak az egyik oldalra tud az Egyesült Államok számottevő nyomást gyakorolni. Oroszországra igen korlátozottak az eszközei, hogy milyen nyomást tud gyakorolni Oroszországra. Hiszen minden nyomást, amit próbáltunk már gyakorolni, azt már kipróbáltuk. Az összes szankciókat, meg fegyverszállítást, nem minden, mi az, amit még nem vágtak hozzá Oroszországhoz, az épeszű az épeszűség határán belül. Tehát én nem látom, hogy mi az, amit az Egyesült Államok adhatna a Ukrajnának, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra. Tehát, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a közel-keleti konfliktusra akár jó esély lehet, hogy lezárodjon még január 20-a előtt, 20-a azt hiszem, ugye a beiktatás, és arra viszont kevesebb esélyt látsz, hogy az ukrajnai lezárodjon még azelőtt, pedig arra ígérte a 24 órát. Igen, hát ezt a, én azt hiszem, hogy a Trumpal kapcsolatban a, van egy ilyen ősi mondás, egy ilyen régi mondás, ami nagyon igaz, hogy sokan ö, elkövetik azt a hibát, hogy, hogy szó szerint értelmezik, amit mond, de nem veszik komolyan. Én pont fordítva kell. Trump nagyon komolyan kell venni, amit, Trump mond, csak nem kell szó szerint értelmezni. Tehát ezeket a szóvirágokat, hogy 24 órán át, lehet, hogy ez 25 és fél óra lesz, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy 23 és egy negyed óra lesz, teljesen mellékes. A lényeg a lényeg. Én azt hiszem, hogy ez egy sokkal bonyolultabb konfliktus. Éppen, éppen azért, mert ö, a, a, Amerika nem tud nyomást gyakorolni a mérleg mind mindkét serpenyőre, csak az egyik oldalra, hogy igen, nehéz így ezt a konfliktust lezárni. És ezzel, amit most a Biden adminisztráció tett és tesz, és amerre döntöttek ők, lényegében Trumpnak segítenek? Ebből a nézőpontból nézve, hogy, hogy egy újabb eszközt adnak Ukrajnák, és hogy, hogy fogalmazzak hogy elegánsan, de hogy hogy azt mondják majd rámnak, hogy akkor figyelj, akkor van egy plusz kezedben, hogy az ukránokkal szemben, hogy akkor vagy visszavonod ezt, az oroszokkal szemben, meg azt, hogy fenntartod? Van van egy ilyen olvasat. Vagy, egy... bocsáss meg, Igen. vagy a másik variáció az az, hogy, hogy itt valójában arról szól a történet, hogy Trumpnak ki akarják csavarni a kezéből a döntést Ukrajnával kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy ez a döntés ez nem befolyásol semmit, ez egy édes mindegy. És nem csak én mondom, mert más katona is, szakértő is azt mondja, hogy a dolgok lényegén ez nem változtat semmit semmit nem változtat a dolgok lényegén. Ez, ez, volt a, az a legfőbb ok, hogy a amiért a Pentagon és más amerikai hatalmi gócok elemezték ezt a dolgot, föltették a kérdést, ez megváltoztatja a háború menetét? Élvásség. senki nem gondolja, hogy ez meg fogja változtatni a háborúnak a menetét, ez a döntés. Az oroszok szét fogja... Meghosszabbíthatja. Meghosszabbíthatja a háborút. Az oroszok pont, pont erről van szó. Tehát ugyanaz az orosz úthenger, ami eddig előre haladt egy bizonyos sebességgel, most is le, 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 fogja lassítani némiképp, ez a, ez le tudja lassítani esetleg ez a, ez a, döntés, de a háború menetén változtatni nem tud. Tehát ezennek a az innovációnak mondjuk ugye haszna. Az innovációnak a kára, minden innovációnak van egy haszna, egy kára és egy költsége. Az innováció költsége, ezek az eszközök, amik potolhatatlan potolhatatlanok Tájván számára például ezek az ATKMS rakéták. Ezek most, ezeket most Ukrajn el fogja puffogtatni mindenféle olyan orosz célpontokra, amik gyakorlatilag semmilyen hatást nem gyakorolnak a háború menetére, és a kára ennek az innovációnak pedig az eszkalációs veszély. Tehát nem tudhatjuk, hogy most az oroszok milyen eszközöket adnak át mondjuk a husziknak, mondjuk ilyen Jakont hajó elhárító rakétákat, vagy valami ilyesmit, és ha elsüllyed egy amerikai vagy egy másik nyugati hadihajó, akkor, akkor ez, volt a, ez, volt az ára ennek a döntésnek, és nem, vagy, nem, vagyok benne biztos, hogy megérte. Tehát én nem tudom, hogy mi, mi, miért hozta a Biden adminisztráció ezt a döntést, de úgy gondolom, hogy ezt is, ezt is egyeztették Trumpékkal. Azzal, hogy használhatja Ukrajna fegyvereket, és tegyük fel használni is fogja, a békéhez nem közelebb kerülünk, hanem távolabb, nem? Mert az oroszok, a mélységi csapás éri őket, akkor valószínűleg kevésbé lesznek hitottak a megállapodásra. Az eredetentésnek két módja van. A szakmában a szakirodalom két módját különbözteti meg. Ez a, ez a deterrence by denial, deterrence by punishment. Tehát vagy úgy próbálok erre tenteni, hogy elveszem a képességedet, hogy ezt megted ezt a dolgot, tehát megsemmisítem ezeket az ATKMS rakétákat, vagy azokat a, azt a, azokat a képességeket, amik ezeknek a rakétáknak az alkalmazását lehetővé teszik, vagy pedig olyan büntetést rovok arra fél, ami beveti ezeket a rakétákat, hogy elveszem a kedvét attól, hogy, hogy megpróbálja. És Oroszországnak egyértelműen a második opció ár, ár, áll a rendelkezésére, tehát Ukrajna kilőheti ezeket a rakétákat orosz mélységi célpontokra, erre mi lesz a válasz? fokozódó orosz támadások ukrán mélységi célpontokra. És akkor föltevődik, hogy itt a fájdalom olimpiájában kiárt jobban. De a fájdalomnak megvan az a képessége, hogy azért, mert fájdalmat okoztál a másiknak, neked ez nem csökkenti a saját fájdalmadat. Tehát az, hogy másnak fájdalmat okozol, ez nem hord magával egy, 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 egy algopirint, egy fájdalomcsillapítót, vagy valami ilyesmi. Tehát ezt számításba kell venni és lehet egy olyan olvasata is a dolognak, hogy senki nem mondhassa azt, hogy nem, nem adtunk meg mindent az ukránoknak. Tehát, hogy nem mondhassák azt az ukránok, hogy azért vesztették el a háborút, mert hogyha az amerikaiak megengedték volna, akkor már Vladivostokot is elfoglaltuk volna. Tehát ezt a, valószínűleg ezt a kifogást megszünteti. De ez az algopirnes hasonlat az Izrael is igaz, hogy azzal, hogy nagy kárt okoz a Hamásznak meg a Hezbollahnak, attól még nem csökken a fájdalma amiatt, ami tavaly történt októberben. Igen, de a legjobb gyógyír a fájdalomra az, az idő. Igaz, ezt tudjuk. És ami tavaly történt, az tavaly történt. És látjuk azt, hogy most, a mai nap szintén... És ezt el is felejtették Izraelbe, vagy... Felejtették el, de az idő, az idő mindent elfelejtett. tehát én mondom azt, hogy nem fáj az a kudarc, meg minden, de, de, teljesen egyértelmű, hogy aki, aki most hal meg, aki most hal meg Beirutban, vagy most hal meg Gázában, az most fáj. És a másik fél pedig nem képes nekünk hasonló áldozatokat okozni. Tehát van egy óriási Különbség a hogy mi mekkora fájdalmat tudunk mérni a másik félre, és a hogy másik fél mekkora fájdalmat tud itt és most mérni ránk. Tehát ez egy nagy különbség. Ami egy évvel ezelőtt volt, az egy évvel ezelőtt volt. Tehát ezek a dolgok a, 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 az idő négyzetével csökkennek mondjuk úgy és jelen pillanatban a, 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 a mérleg igen-igen aszimmetrikus a két fél között. Tehát látjuk azt, hogy Hiszbal avval fenyegettek minket, hogy a Hiszbal minden nap ki fog lőni több tízezer rakétát, több száz vagy több ezer halottunk lesz minden nap, és ehhez képest mit látunk minden héten, meghal esetleg egy ember, vagy valami ilyesmi, vagy elesik két-három katon, ez borzalmas, nyilvánvaló, hogy minden élet az hát, egy élet. élet. Érve fenntartja azt a feszültséget, vagy adott esetben a gyűlöletet. Igen, hát a gyűlöletet nyugodtan levehetjük az asztalról. A gyűlölet az ott volt előtte, ott van most is, ott lesz utána, ezt nyugodtan le lehet venni az asztalról. Tehát ha van egyetlen konstans dolog ebben a dologban, amire rá lehet támaszkodni, és, és bizva bízhatunk benne, azt, hogy a gyűlölet megmarad. Tehát ezt, ebből soha nem lesz hiány. Ebből soha nem lesz hiány. És van még egy dolog, amivel számolni kell. Tehát paradox módon az, az október 7-i támadás egy igen komoly erőforrás Izraelnek mert az évek folyamán mindig úgy viseltük ezeket a háborúkat, ja Istenem, el fog esni 20-25 katona, ezek, hogyha csinálunk egy akciót Gázában, elesik 50 katona. Mikor 1500 halottal kezdődsz egy háborút, akkor teljesen más skálával dolgozol, teljesen más. És a civil azokat. halottakkal elsősorban, ugye? A annál inkább. Annál inkább. Tehát, ha ez esett volna 1500 katona, mondjuk a Jomkipuri háború első napján több száz halottunk volt már, vagy valami ilyesmi. Annak van egy bizonyos impaktja, van egy bizonyos fájdalma. Viszont mikor civilekről van szó, és sokszor nők, gyerekek, stb. ilyesmi, és egy ekkora, i, i, ilyen, ilyen skálával kezded, az inger küszöbödöt teljesen másképp méri be, és az inger küszöbödöt nem csak a saját, veszteségeiddel kapcsolatban, hanem azt, hogy mit, 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 vagy hajlandó okozni a másik félnek. Tehát ez mi... legitimáció is? Persze, belső legíti... teljesen más belső legitimációt kreál. Én azt hiszem, hogy ha egy ilyen támadást ott Libanonban végrehajtottunk volna a derültékből, akkor már 400 ezeren tüntettek volna a Tel Aviv központjában. De most nem csak nyitettem. 100 ezeren tüntetnek. De, nincs, szerintem 100... a 100 ezerből nyugodtan egy nullát el lehet venni. Tehát ezek... Ez... Túlzás? Á, durva túlzás. Pedig pont azt akartam kérdezni, hogy azért látszik egy társadalmi elégedetlenség, akkor. és a sajtón keresztül átjön a nyugatos sajtónak, akkor fogalmazunk ja. így, átjön, hogy nem tetszik az embereknek az, ez az ami történik. Ez, de ez akkor ez... ez torzít? Nem, ez egy iszonyatos torzítás. Én megmondom, hogy én hogy látom ezt a dolgot, ha valaki másképp látja, akkor mesélj el a narratíváját. Én úgy látom, nagyon sokan vannak, akik egyetértenek a kormány háborús politikájával, olyanok is, akik semmiben nem értenek egyet a kormányjal. Tehát eltökélt ellenzékiek, akik szeretnék ezt a kormányt megbuktatni, de a háborúnak a céljaival teljesen egyetértenek. És ez a fajta tiltakozás, amit látunk, ez nem a háború ellen van. Ez lehet a miniszterelnök személy ellen, hogy a kormány megbuktatásáért, de nem a háború ellen. Ne keverjük össze ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy tisztában kell lenni abban, hogy a, a, amit látunk a médiában, az egy iszonyatosan torzított kép. Tehát mindig ezt a példát szoktam, fölhozni, hogyha ez hogyha, olyan, mint hogyha Magyarországon csak a mércét olvasnánk, és akkor abból próbálnánk következtetni a magyar belviszonyokra. Kicsit félrevezető lenne. De teljesen félrevezető. A, a kormány talán még soha nem volt olyan stabil, mint amilyen most, ebben a pillanatban. A koalíció soha nem volt olyan stabil, mint amilyen most. Annak soha... ellenére is, hogy volt egy váltás között az amerikai elnök választás előtt a kormányban, egy fontos váltás, de, a miniszter, ugye, amit akit kirúgott Netanyahu? Mondjuk úgy, hogy minden váltás, ami volt a kormányon belül, tehát volt előtte két, két vagy három, három miniszter, akik lemondtak, és akkor utána egy párt kivált a kormányból, és akkor most a hadügyminisztert is menesztette a miniszterelnök. Én úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a változások a kormánynak a stabilitását szolgálták. Tehát a, 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 ott, ahol több hang volt a kormányban, és olyan, a, a a lovak ellentétes irányba próbáltak húzni ezt a szekeret, ez most megszűnt. Ez most megszűnt. Most olyan lovak vannak befogva a szekérrel, akik ugyanabban az irányba akarják húzni a szekeret. Ez egy belső stabilitás. Belső stabilitás, igen. És a külső stabilitás, a társadalmi? Amit mondtam az előbb, hogy a társadalomnak a döntő többsége egyetért a háború céljaival, olyanok is, akik semmiben nem értenek egyet a kormányjal. És két, két dolgot szeretnék még megjegyezni ebben kapcsolatban. Látjuk azt, hogy a, azok, akik megpróbálják megbuktatni a kormányt, egyre radikálisabb eszközökhöz nyúlnak, mondjuk úgy. Tehát látjuk egyre, volt ez a, ezeknek a gyújtóbombáknak, vagy világítóbombáknak a kilövése, a miniszterelnök házára, ez nagyon durva dolgok. Most képzeljük el, valaki fölmegy a várba, és rálő a karmelitára ilyen világító rakétákat. Azért néhányan elhúzták volna ettől a szájukat Magyarországon. Ezek nagyon durva dolgok. Ezt úgy hívják, hogy politikai terrorizmus. Ez politikai terrorizmus, bárki is cselekszik, tehát vannak, van egy legitim... Egy háborúban nem fér bele? hogy férhetne bele? Van a -e, háborúban is van egy civil diskurzus, nem az Hizbalára lőtték ki ezeket a rakétákat, hanem miniszterelnökre, és nem az arabok lőtték ki ezeket a rakétákat, hanem izraeli tüntetők ezeket a világító bombákat. Tehát ez egy, egy demokratikus államban, egy, egy civil diskurzusban el elképzelhetetlen a politikai, te, politikai, terrorizmusnak ez a formája. Most teljesen mellékes, hogy egyetértünk a kormányjal, vagy nem. Tehát én itt nem a magánvéleményemet mondom, én azt hiszem, hogy nem egy elfogadó dolog egy demokratikus nyugati társadalomban erőszakot alkalmazni ilyen szinten. Tehát ez, ez teljesen elképzelhetetlen és voltak más erőszakos megmozdulások, és érdemes megfigyelni, hogy mikor, mikor, óriási tömegbázisa volt a tüntetéseknek, és teljesen megértem, hogy mi motiválta őket, akkor nem voltak ennyire erőszakosak a tüntetések. Tehát ahogy látjuk, hogy minél erőszakosabb lesz a, a ez, a, ez a, a, tüntetésnek a formája, ebből arra következtetünk, hogy a tömegbázisa egyre inkább, egyre inkább szűkül. És csak még egy anekdotát mesélnék kell, a rendőrség minden ö, egy hosszú időn át kiadott ad számadatokat arról, hogy hány tüntető volt, hány tüntető vett részt a tüntetéseken. És ez egy ilyen belső információ, nem egy titkos információ, de egy belső információ volt, hogy kérem, a, a Calvin téren voltak X, az országház mellett voltak Y tüntetők, most már ezeket nem, nem teszik közzé. És, és föltevődik a kérdés, hogy vajon miért. Tehát ameddig nagyon-nagyon nagyok voltak a számok, és egyértelmű volt, hogy nagyon, nagyon nagyok voltak a számok, addig ezt nyilvánosságra hozták. Most nem hozták nyilvánosságra. És még egy dolog, az utolsó gondolat, érdemes megfigyelni, hogy hol vannak ezek a tüntetések. Tehát látjuk azt, hogy ezek a tüntetések egy, soha nem a, a vidéki városokban, a mezővárosokban, vidéken soha nem voltak tüntetések, nagyon-nagyon ritkák voltak. Látjuk azt, hogy egyre inkább ez egy nagyvárosi értelmiségi felső középosztálybeli, vagy, vagy a, a felsőbb társadalmi osztályoknak a, a, magán, magánvállalkozásá válik, a tömegbázisra egyre inkább szűkül. Nekem ez a benyomásom, mint, mint politológusnak. Ezt, ezt látom ezeken a tüntetéseken, és ahogy csökken a, a társadalmi támogatottsága, annál inkább növekszik a, az erőszakosságuk, és látjuk azt, hogy ezekben a felmérésekben, ahogy a háború, ahogy az október 7-i trauma, traumából haladunk kifelé, és a, egyre több katonai sikert halmozunk föl, egyre inkább növekszik a kormánynak a, a támogatottság és a jobboldali pártoknak a támogatottsága, azok és akik a kormányon kívül vannak. Tehát ezeket a folyamatokat látjuk. Ha már támogatottság, meg ha már akkor politológiai szempontok, akkor tegyük hozzá azt a kérdést is, hogy ahonnan indultunk, hogyha itt egy relatíve gyors fegyverszünet következne be, és még akár Trumpnak a beiktatása előtt bekövetkezne akkor ezt Izrael hogy tudná eladni? Ez ez a belső nyilvánosság irányába, mert hogy akkor mert a mostani helyzetben én nem látom, de mondta, hogy rosszul látom, de én nem látom azt, hogy, hogy ez egy sikeres háború lenne, hogy le, egy fokmérője lehetne, azt lehetne mondani, hogy ezt elértük, ezt elértük, ezt elértük. Egy kicsit nehezen kommunikálatónak tűnik számom egyik pillanatról a másikra, hogy, hogy hát ezt, ezt hasztom, azt elértük, de most befejezzük ezt a dolgot. Tehát, hogy Megetek kimutatható egy végső eredményről, azt, azt tudja mondani az izraeli kormány, hogy győztünk? Oké, okay, tehát én a következőképpen látom ezt a dolgot. Ez egy nagyon sikeres háború. Egy nagyon sikeres háború. A katonailag, politikailag, majd mindjárt beszélünk erről is. Katonailag egyértelműen nagyon sikeres háború. Ha én azt mondtam volna 2023. szeptemberében, hogy te figyelj, másfél év múlva nincs Hamas, nincs. Nincs Hamas katonai ereje, az a hatalmas katonai erő, amit felhalmoztak, nincs. Az alagutak, a rakéták nincs. Nem. Néha kilőnek egy-egy rakétát, de nem több, százat és több, ezeret egy nap is. De a potenciális energia, ami fölhalmozott, az nincs. Egyszerűen a Hamas részéről. Hamaszt elvágtuk Egyiptomtól. Izrael körülvette a Hamaszt, teljesen elvágtuk Egyiptomtól. Azok az alagutak, amik összekötik Gázat Egyiptommal, elvágtuk őket. A Hiszbala, meg, és megöltük a Hamasznak az egész vezetőségét. Átolcettig. Hiszbala, meggyengült, fatálisan meggyengült, megöltük Nasrallet, megöltük a hiszbalának az egész vezetőségét. Az első védelmi vonalát a hiszbalának, pontosabban az, az ugródeszk, amit kiépítettek, hogy megtámadják Galileát, azt felszámoltuk, elfoglaltuk azt az első falvaknak a vonalát, az első sávot. Most folyik a harca második sáv elfoglalásáért. A rakéta a raktáraikat és a fegyver raktáraikat a hiszbalának a nagy részét megsemmisítettük. Bombázunk rútban úgy, mintha, tudom én, mintha egy ilyen légierőnek a lőterén bombáznánk, senki, senkinek föl se tűnik, Damaszkuszban bombázunk, amikor megfelel. Iránban oda csaptunk. Iránnak is megsemmisítettük a légvédelmi rakétáit. Ezeket Izraelben értik? Tehát, hogy ott... Izraelmel értik a legjobban. Ezt akartam kérdezni, hogy, tehát, hogy ez ott, ott úgy, ott úgy is csapódik le, hogy ezt mondod, mert ugye Európában az európai sajtóban pont nem az csapódik le, amit mondasz. De nyilvánvaló, az európai sajtónak azt kell, azt kell kommunikálni, hogy Izrael mindenben téved. Ezek objektívak. amit mondtam, mi, milyen ellenérvet lehet erre föl, milyen objektív ellenérvet lehet erre fölhozni. Egyetlen egy dolog van, amiben nem sikerült 50 de mondjuk számottevő sikert elérni ez a tuszok. A tuszok kérdésében. Tehát látjuk azt, hogy 50-52 át sikerült visszakapni, ez nem egy siker. Ez, ez nem egy siker, nem egy siker, és ami, nem, ami ahol nem látunk sikert, nem látunk politikai sikert. Tehát sikerült a, ezeket a, a, az ellenfélnek a fegyveres erejét levinni kajakra, sikerült az Iránnak a, a, a stratégiáját, gyakorlatilag összezúzni a nagy stratégiáját a közel-keletel kapcsolatban, de politikailag nem látjuk azt, hogy Irán megváltoztatta volna a politikáját, nem látjuk azt, hogy a Hamas megváltoztatta a politikáját, és nem látjuk azt, hogy a Hizbala megváltoztatta volna még a politikáját számottevően. Tehát itt még. A politikai sikert, sikert még nem sikerült elérni, de még dolgozni kell. Ugyanakkor én nagyon meg vagyok elégedve a katonai sikerrel, így ha visszatekintünk Izraelnek a háborúira, akár az első, akár a második libanoni háborúkra, a gázai akciókra, tehát gyakorlatilag minden, ami 1973 után történt, ez egy markáns, egy egy hatalmas győzelem de ez egy taktikai siker, nem, nem stratégiai. Most abból a szempontból kérdezem, amit mondtál, hogy nem sikerült sem iránt megváltoztatni, sem a Hamász, sem Hezból. Tehát, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy most nem tudom, kb. 5 évig nyugi van. De. Most bárki rosszul alábecsültem, vagy ilyesmi, de el lehet érni azt, hogy ne 5 évre legyen nyugi. De el lehet érni azt, hogy 10 évre legyen nyugi. Tehát ez, de tovább nem? Igen, nem, nyilvánvaló. Hát én azt hiszem, hogy ezt nyugodtan levehetjük az asztalról, de nagy, nagy problémákat nem tudjuk megoldani. Legfeljebb zanzásítani tudjuk őket, ezt elmondtam tízezerszer, el fogom mondani még húszezerszer. nincs megoldás. Ezek a háborúk, ez nem bűvös kocka. Hogy van rá egy megoldás, és akkor ha eleget, eleget masszírozod a bűvös kockát, akkor gyorsan kitekered ezt a megoldást. Vagy van vagy egy, vagy egy okos bácsi az Európai Parlamentben, vagy valamilyen nyugati kormányban, aki elküldi neked azt a sárguló papírt, ami rajta van, a 17 lépés, amivel kitekered a bűvös kockát. Pedig szeretik ezt mondani. Gondani. Nyilvánvaló. Ezek, hogy mondjam, vagy naív, vagy, vagy komolytalan gondolkodású emberek beszélnek így ezekről a nagy kérdésekről. Én úgy gondolom, hogy a politikai változás ott fogja, ott, ott lehet majd lemérni a politikai változást, hogyha látunk további ábrahámi egyezményeket. Ez egy egyértelmű politikai kudarca lesz az iráni tengelynek, egy egyértelmű politikai győzelem. Katonai győzelem az, az objektív, azt, azt nem lehet szétdumálni. Azt hiszem, hogy az, az azt, azt senkinek nem vitathatja a győzelemnek a katonai dimenzióit, de a politikai győzelmet itt fogjuk látni ezen a... Ezen a ezen a síkon, és én úgy gondolom, hogy tudom pontosan mit kéne tenni úgy Libanonban, mint Gázában, ahhoz, hogy egy komoly politikai győzelmet arrasunk, nem vagyok benne biztos, hogy ez lehetséges, vagy ez olyan dolog, amit sokan vállalnának. Örülök, hogy felhoztad ezt a kérdést, hogy Irán merre tart, meg hogy az Izrael szempontjából az egész helyzet, ez hogyan vetítődik le, is, hogy milyen á, megegyezések születhetnek, meg hogy azt hiszem újabb Ábrahám megállapodásokat vázoltál fel. Tudom, mert fogom, hogy... Iztán, lehet még Igen, egy, lehet, lehet, egy lehet, lehet, nagyon egyszerű gondolatot. tudod, mi lehet lemérni a sikert a közel keleten, hogy ki fél kitől? Hogy szeptember, 2023. szeptemberében mi féltünk a, a, másik féltől. 2024. novemberében a másik fél, fél tőlünk. Ez Irán, Hizbala, Ez a mércé. Ez mi, ilyen, 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 egyszerű. ilyen, egyszerű játék. Ilyen egyszerű. Csak az ország az a félelem, nem? Nem kell túl komplikálni a dolgot. Okay. A lényeg a lényeg. A, no, az Ábrahám Egyezményekkel kapcsolatban akartanak kérdezni. Ez egy még múlt heti uh, hír. Telefonon tartott megbeszélést egymással a szaudi trónörökös, és az iráni elnök. És a cikk írója, itt egy uh, összefoglalót látok, azt vízionálja, vagy attól tart, most ki hogyan látja ezt, hogy összeállhat a két nagy közel hatalom, és egység alakulhat Izrael ellen. Ki írta ezt a cég? Uh, megkeresem majd neked. Nem, mindegy, teljesen. csak egy összefoglalót látok nem, róla. Nem, teljesen. Uh, ugye Szaudarábia és Izrael nincsenek jobban egymással, ezt tudjuk. Igen. A más nézetet is képviselnek az iszlámon belül. A Izraelnek sikerült nagyon közel kerülni Szaudarábiához az Ábrahám egyezmények eredményeképpen. Ugye mindenki arra várt, hogy majd ott is lesz egy uh, valami nagy díja. Most közelebb vagy távolabb vagyunk ettől? Szaudarábia küzdelme Iránnal az egy zéró összegű játék, ez egy vallásháború tisztában kell lenni avval, hogy itt nem arról van szó, hogy tudom, én három kőolajkultról van szó, itt arról van szó, hogy ki fogja vezetni a muszlim világot, itt egy vallásszakadásról van szó. Tehát ez úgy kell elképzelni, mint a 30 éves háborút. A 30 éves háború az most dúl a közel-keleten. A katolikusok és a, és a, és, a, protestánsok között most dúl a közel-keleten, és a, a, De nem 30 éve dúl. Nem 30 éve, hanem. Száz, 100... Igen, kicsit hány, év, 14 év, század, valami <laughs> ilyesmi, valami ilyesmi, nem számolt elhúzódott. Utána. Tehát a, a... A karbalai csata óta legalább, tehát ez több év, tehát ma, közel másfél évezrede dúl ez az egész 13 évszázada, vagy valami ilyesmi, és Szaudarabia egyértelműen gyengébb, mint Irán. Tehát ez egy tény, le kell tenni az asztalra. Most Szaudarabiának két módja van arra, hogy az iráni fenyegetést eltávolítsa magától. Az egyik erre... De bocsáss meg, ennyire világosan kérhető, hogy Szaudarábia gyengé, de most az katonailag mondod, vagy, vagy befolyásilag? Kérdezem azért, mert Szaudarábiáról azt mondják, hogy Hát ilyen kvázi atomhatalom, megvan az atomfegyvere, csak nem, nem otthon tartják. Nem, nincs. Szaudarábiának nincs atomfegyvere. Szaudarábia egyik célja az, hogy atomfegyvere tegyen szerte. Ezért lenne fontos ez a kiegyezés. Ugye arról szóltak akkor ebben a hírek, hogy Pakisztán, ha jól idézem vissza, a, hogy Pakisztánban tartja tulajdonképpen a fegyvereit, a, és hogy van egy megállapodás, hogy nem viszik be Szaudarábiába, de hogy lényegében elkülönítettek Szaudarábiának egy, egy atomfegyver, Csomagot. Ezt úgy mondják a gépeskített lövészek, hogy ami a csapatszállító járműben van, az van. Ami, ami nincs ott nálad, abban soha nem, kalk, soha nem tudhatod, hogy mi történik vele. Az, az igaz, hogy az a pakisztáni nukleáris projekthez a, a gazdasági hinterlandot, azt Szaudarábi adta igen jelentős mértékben. De ameddig nincs nálad otthon ez, a, ez az eszköz, addig igazán nem számíthatsz rá. És Lát, nincs náluk. A legjobb tudomásom szerint nincs náluk, és látjuk azt, hogy milyen görcsösen próbálnak a szaudiak atom, Atom, egy békés atomprogramot kapni az Egyesült Államoktól. Ez az egyik dolog, amit szeret, amivel szeretnének kijönni ebből az, á, ebből az ábrahámi egyezményből izrael hogy az Egyesült Államokkal kapnak egy védelmi szerződést, tehát kicsit olyan, mint a NATO, és a másik pedig atom. Egy, egy, békes békés atomprogramot, amit pontosan tudjuk, hogy mi lesz a, mi lesz a Tehát én azt hiszem, hogyha Szaudarándiának ilyen lazán lenne néhány tucat ö, ö, atombombája kézzel adott Pakisztánban, tudom én valahol a spice akkor, akkor, nem lennének, nem, nem görcsölnének ennyire rá erre az atom dologra. Hát látszik, hogy egy olyan dolog, hogy velem tudnak kalkulálni. Tehát visszatérve az előző... És miért kell az erőmű? Miért kell a nukleáris program? A világ minden kőolajával, meg földgázával. Hát miért kellett Iránnak kellett pontosan? Pont ugyanez a válasz rá. Tehát én teljesen de, egyen... akkor, de a meg, akkor viszont nem egy békés célú atomprogram kell nekik. Ezt senki nem gondolja, hogy békés célú. tudom én, ha valaki nem, nem professzor Magyarországon, akkor senki nem gondolja, hogy Iránnak az atomprogram egy békés célú atomprogram. de ez... akkor, de bocsáss meg, amit mondtál, <laughs> azt mondtad, hogy az amerikaiaktól várnak egy, egy, egy nukleáris programot. Igen. Ezzel azt mondod, hogy az amerikaiaktól várják azt, hogy odaadják nekik, és megengedjék nekik, hogy atomfegyvert készítsenek? Végül is igen. Végül is igen. Tehát ha néven nevezzük a dolgot, akkor igen. Az Egyesült, Államok, az Egyesült Államokban se naív senki pontosan tudja, hogy miért akar, miért akar atomprogramot. Ez teljesen, teljesen, magától értetődik. És ezt megpróbálják menedzselni ezt a dolgot. Most, hogy most visszatérve arra, amit az előbb akartam mondani, Iránnal kapcsolatban két stratégiája lehet Szaudarábiának. Az egyik az, hogy megpróbálják békéltetni Iránt, és a másik pedig az, hogy megpróbálnak szembeszegülni Iránnal. Most egyedül nem tudnak szembeszegülni Iránnal, és nem számíthatnak teljesen a Trump adminisztrációra. Tehát ne felejtsük el, hogy 2019-ben Irán megtámadta Szaudarábiát, az államkollétesítményeket, létesítményeket, kiütötték az 50%-át a kőolajtermelésnek. Mit tett a Trump adminisztráció? Zilcs, semmit, zérót, nem, nem tett semmit. Tehát a szaudiak szempontjából a racionális dolog mind a két vasat a tűzben tartani. Megpróbálni előkészíteni ezeket az ábrahámi egyezményeket, de először meg kell győződjenek arról, hogy az Egyesült Államok komolyan gondolja ezt a dolgot. Mert ha nem, akkor egyetlen más opciójuk van valahogy kiegyezni ki, ki, ki Iránnal. Tehát ilyen szempontból én így elemezném Szaudarabiának. És hol jön képbe Izrael? ]vel. Mert hogyha a két különböző utat nézem, akkor a, az egyiknél az, hogy kiegyezzik Szaudarabia izrael és a, ja összeborulás, és akkor van egy nagy közös ellenségünk, a másik nem meg kiegyezik Szaudarabia iránna, vagy akkor van egy kis közös ellenségünk. Ja, hát én úgy gondolom, ah. hogy ezt már a megboldogult Krudinák Alajostól is tudtuk, hogy az út Washingtonba Jeruzsálem keresztül vezet. És Szaudarábia tudja, hogy az amerikai kongresszus, meg a, meg a sze, kongresszus, a meg a szenátus a, a, az életben nem fog ratifikálni semmilyen egyezményt Szaudarábiából, hogyha előtte nem egyeznek ki tehát ahhoz, hogy Szaudarábia megkapja azt a védelmi szerződést az Egyesült Államokkal, ami garantálna a biztonságát, mert akkor az már nem Trumpom, Trumpnak a jó akaratán múlik. Abban a pillanatban, hogy erre ráteszi a pecsétet a képviselőház meg a szenátus, ez kötelez minden amerikai elnököt. De ha ez befutcsol, akkor akkor, akkor a, a van Izraelnek, hogy a. kiegyezik Szaudarábia Iránnal? Ez attól függ, hogy mert én, az, Mert, mert azt jól, jól az jó esetem Izrael számára a horrorforgatókönyv. Izrael számára az ezelőtt lett volna egy horror, háború előtt lett volna egy horror forgatókönyv, mert sokkal kevésbé tartunk irántól, mint a háború előtt. Tehát van, akit lélektani korlátok is, és itt van egy nagyon fontos megjegyzés, amit szeretnék tenni. Tehát általában arról beszélünk, hogy Izrael alulbecsülte a Hamaszt, és túlbecsülte a Hizbalát. És mindig az, az, az alulbecsülésről beszélnek, mint, mint, mint hírszerzési kudarcról. A túlbecsülés egy pont olyan, veszélye, pont olyan, veszélyeket rejt magába, mert ha túlbecsülöd az ellenségedet, akkor nem mersz olyan lépéseket tenni ellen, amit normális körülmények között megtennél. És azt hiszem, hogy ez a túlbecsülés megtört. Az a lélektani határ, ami, ami a között volt, hogy jaj, Istenem, Irán tízszer akkora, mint mi, meg minden megtört. Nem, senki nem tart Irántól. Tehát Izraelben nyíltan beszélünk erről, hogy, hogy, nagyon szeretnénk, hogyha végre le tudnánk ezt a dolgot rendezni Iránnal, és épp ezt ember azt gondolná, hogy ez tízszer nagyobb lakosságú, több mint tizenkétszer nagyobb lakosságú ország, egy óriási ország, nem féltek, nem? Az Egyesült Államoknak se sikerült. De talán majd nekünk fog sikerülni. Az Egyesült, az egyesült Államoknak se sikerült lebombázni Iraknak a, az atomfegyver projektét, vagy Szíriának az atomfegyver projektét. Lehet, hogy akkor ez a mi feladatunk, a, a mi, mi, vagyunk a falu bolondja. Tehát ez is egy, ez is egy jó szerep. De, de mindenképpen egy, meg, kell érteni, meg kell érteni valami. Szaudarábia erőt keres. Itt nincs semmilyen összeborulás, meg semmilyen halálos fenyegetést jelent Szaudarábia. Irán Szaudarábiában a keleti részén van egy síta kisebbség, megpróbálják destabilizálni a királyságot. Ha Szaudarábia kénytelen lesz kiegyezni Iránnal, ez a, ez a, ez a saját, meg a Nyugat gyengesége miatt, meg Izrael gyengesége miatt lesz, és nem, nem azért, mert tudom, ideológiai egymásra találás, vagy ilyesmi. Tudjuk, hogy ezeken az ideológiákon belül a belső szektárius harcok sokkal drámaiabbak, mint kifelé. Tehát a valódi ellenség az a, a trockista elhajlás, és nem a, nem a kapitalisták, mondjuk úgy. Akkor a valódi ellenség lehet, hogy inkább egymás, mint Izrael? De mindenképpen. Ez teljesen egyértelmű. Mert tudják azt, a szaudiak szempontjából, hogyha reálpolitikusan nézzük a dolgot, látják, hogy Izraeli sztátuszkó hatalom a közel-keleten. Izrael nem akarja elfoglalni Szaudarábiát. Nem akarja, Izrael nem akarja elfoglalni Szaudarábia pozícióját, mint a szunni világnak a vezetője. Viszont, viszont Irán mindenképpen úgy ideológiailag, mint fizikailag fenyegeti Szaudarábiát. Nézzük akkor a, a mostani konfliktus helyzetet. Ugye beszélgettünk arról, meg ugye utaltál el többször, hogy úgy tűnik, hogy a Hamásszal gyakorlatilag lezáródik, vagy lezáródott a a, 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 harcok, és őt sikerült alapvetően eredményeket elérni. Igen. Most ugye arra utaltál, hogy ehhez bollával összefüggésben ö, haladás van, de ott nincs, ha jól értem, akkor nem, akkora az, nem akkorák az eredmények. A célok is miért, sokkal mérsékeltebbek a hiszbalával szemben, mint a Hamásszal? Tehát mm -hmm. sokszor, sokszor hallok olyan, olyan kommentárokat, akik összehasonlítják a 82-es háborút, a 2006-os háborút, a 2023-as, teljesen más célok. És teljesen mások a célok a Hamasszal, és teljesen mások a célok a Hizbalával. A Hizbalával egy, fizik, egy, egy egy, egy, biztonsági fenyegetést próbálunk elhárítani. Nincs olyan deklarált célja ennek a háborúnak, hogy átalakítsuk Libanonnak a belső berendezkedését, hogy megsemmisítsük a hiszbalát, lefegyverezzük a hiszbalát. Nincs ilyen, ilyen célokat nem fogalmaztunk meg. A Hamasszal szemben Izrael totális célokat fogalmazott meg. Tehát a Hamas katonai erejének az összezúzása, a politikai erejének a megsemmisítése, valami egy másik politika realitás megteremtése Gázában. És hol tart a másik politikai realitás? Hát ott, ott, még, az még csak most kezdődik el tulajdonképpen. Itt különböző fékek és egyensúlyok miatt, vagy fékek és kézifékek miatt Izrael nem volt képes mert ugye előre haladni. El ilyenkor mondani, hogy hát, hogy a Hamas milyen demokratikus úton birtokolta a hatalmat, mert volt egy választás jó régen, ja. amit megnyertek, és utána valószínűleg onnantól kezdve kvázi felhatalmazva érezték magukat, hogy az összes többit is megnyerjék. Egy valami hasonló forgatókönyvre lehet számítani, hogy akkor Izrael felépít valakit, aki kvázi elfogadtat demokratikus úton megválasztják, és akkor utána hatalomban tartják. Ez, ez mind szép, és csak a demokratikus le kell venni az asztalról. Tényleg a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy hogyan. Cél, a cél az. I -i, hát, igen, igen hát csak a, a nyugattal kapcsolatos tárgyás, meg legitimációnál ez fontos, hogy ugye mindig visszatér a Hamaszkal kapcsolatban, hogy be, de, de, mert hogy megválasztották. Uh, ezt, ezt, szeretik ugye izé, uh, hangoztatni, hogy, hogy, nem, nem lenne célszerű legalább akkor színészkedni egy ilyet? nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy vannak, akik két gondolatot tudnak párhuzamosan a fejükben tartani. Most ezt egy kitérőt teszek, nem ez a lényeg a válaszomnak. Tehát egyszerre a hamas egyszerre választották meg demokratikusan, és ugyanakkor a gázai nép nem felelős semmiért, mert a Hamas gyakorlatilag túszulejtette ejtette őket. Tehát, hogyha, hogyha kisportot progresszív elméd van, akkor ezt a két dolgot párhuzamosan teljesen tudok logikus, fejetten, igen. Teljesen logikus, igen. Tehát ezek azok a, a dolgok, amiket párhuzamosan, és akkor nem ah. szabad a lakosságot büntetni, meg gyakorlatilag a Hamas ellen tehát el kéne dönteni, hogy melyik forgatókönyv a kettő közül, és állandóan hallom ezeket az ellentmondásokat. De most csak arra mondom, hogy hogy lehet ezt kivédeni, hogy ez újra visszaüssön. Okay. A, ez a kérdés. A, a, a következő, következőket látom, és remélem, hogy ebben megválaszolom a kérdést. Tehát ahhoz, hogy a, egy háború, minden háború politikai céljait megvalósítsuk, először a katonai célokat lehet, kell megvalósítani. Ha a katonai célokat megvalósítjuk, akkor megágyazunk a politikai célok megvalósításának. Az világon semmi garancia nincs rá, hogy sikerül megvalósítani a politikai célokat. Viszont ha nem valósítod meg a katonai céljaidat, akkor még esélyed sincs rá, még a belépő jegyet sincs meg ahhoz, hogy elkezd a politikai célokat megvalósítani. Ez egy. Kettő ahhoz, hogy a politikai célokat megvalósít, stabilizálni kell, a helyet pacifikálni kell Gázát. Ehhez mire van szükség katonai erőre? Az egyetlen, így körülnéztem Gázában legutoljára, én más katonai erőt, mint az izraeli hadsereget nem láttam. Tehát aki ott pacifikálni akarja a helyet, és egy más politikai valóságot akar létrehozni, az magában kell hozzon a, a kójában, van az öreg bácsiknak, van az a briefkója, öt hadosztályt. Most én nem látom az Európai Uniót, vagy az Egyesült Arab Emírségeket, vagy az ENSZ-et, hogy jönne, jönne, öt hadoszlájjal a briefkójában, és letenni az asztalra, hogy pacifikálják gázát. Erre csak Izrael képes, és ezért Izrael nem tud ezzelől a felelősség elől elmenekülni. Ott be kell vezetni egy katonai kormányzatot, kell osztani kenyeret, meg vizet, meg tudom, pénzparipát, fegyvert a helyi lakosságnak, gondoskodni a helyi lakosságról, és mikor sikerül pacifikálni a helyet, akkor lehet ezt átadni valaki másnak. De ameddig ott biztonsági veszély van, oda senki nem fog bemenni, hogy kenyeret osszon, vagy nem tudom micsodát, vagy, 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 marcifánkot a lakosságnak. Meg senkit nem fognak beengedni, nem? Senkit nem fognak beengedni, palesztin autonómiát se. Tehát a kulcsa Gázának az öt hadosztály. Van, van öt hadosztályod, akkor meg tudod változtatni a politikai realitásokat. És megvan a politikai szándékod arra, hogy elviseld annak a fájdalmát, hogy, hogy kell gondoskodnod két millió idegen polgárról. Vannak egy gazdasági vetülete is ennek a dolognak. Két millió ellenséges. Tehát körülbelül, mint az amerikai megszállás 1945-ben Németországban. De ez a forgatókönyv. Ha akarunk egy hatékony példát, esettanulmányt venni, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat csinálni, az Egyesült Államok az Egyesült Államok Németországban vagy Japánban. Nem kell 50 évig tartani ennek a megszállásnak, lehet 5 év, vagy lehet egy év, de mindenképpen először stabilizálni kell, ki kell alakítani katonai adminisztrációt, és akkor majd ezt át lehet adni a kulcsokat a palesztin autonómiának, vagy valaki másnak. És akkor az izraeli marsall segély? Nem az, az izraeli katonai megszállás, ezt úgy hívják. És ez egy olyan dolog, amit az izraeli hadsereg. Oké, a meg megszállás az érthető, csak ugye utána egy logikus lépésre, mint ugye Németországnál is, hogy hát ugye újra kellett építeni. Mindenképpen. Most gázát is gyakorlatilag újra kell építeni. Honnan jön a pénz? Igen, Kifog ez a kérdés. Ez igen, ez igen, igen jó kérdés. Az arab államok halan is akarnak arról, hogy pénzt fektessenek bele ebbe a dologba, hogyha a folyamat végén nincs egy palesztin állam. Tehát, hogyha nem a palesztin autonómia kapja meg a kulcsait Gázának a folyamat végén, akkor az emírségek mossák a kezeiket, nem akarnak ebbe pénzt beletenni. Vagy És ezt Izrael ehhez hogy áll? Ez, igen, ez egy komoly politikai kérdés Izraelen belül. Ez egy olyan dolog, ami megosztja a jelenlegi jobboldalt, megosztja a jelenlegi kormányt. Ez egy olyan dilemma, nem, nem, erre nincs egy jó válasz az izraeli jobboldalnak. Hogyan lehetne ezt megoldani? Hát azzal viszont tényleg létrejön a Palesztin állam. Igen. Tehát a palesztin állam de facto létrejött ezelőtt is. Gázában létezett egy de facto palesztin állam. Még akkor is, hogyha nekik nagyon kényelmes volt, nem így hívni a dolgot, mert akkor nincs semmi felelősségem, hogy mondta a, 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 az oroszlán király van a, 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 a hogy is hívják, a varacskos disznó. Azt csupa élvezett, csupa, ja, igen, csupa igen, igen, öröm, igen. semmi felelősség. Igen, de ez, ez volt a gáza tulajdonképpen, olyan volt, mint a, hogy hívták őket? A Matata, ugye? Igen, kuna, ez, igen. Ez, 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 volt a gázai Hakuna Minden élvezet, minden öröm, semmi felelősség. Tehát ez, ez, ez volt akkor. Mm. És ezt valahogy Izraelnek meg kell oldani a és Pumba, ugye rájuk Igen, fontosan. Hát ezt, ezt valahogy meg kell oldani, ezt a, ezt a politikai dilemát föl kell oldani, de, de mindenképp én nem tekintenék ennyire messzire. Én, én én, közelebb tekintek. Én úgy gondolom, hogy először is a stabilitás, stabilitás a politikai hatalmat kivenni a Hamas kezéből, aki a kenyeret osztja, akitől a lakosság, aki a lakosságnak enni ad, az birtokolja a politikai Jó, de bocs, hogyha elveszed a kezéből a lehetőséget, hogy kenyeret adjon, akkor nem lesz mit enni. Nem, akkor, te, te, nem, nem, nem lesz ételük, meg nem lesz semmiük. Nem, de nem erről van szó. A, bocs, közben meg ugye azt mondod, hogy, hogy a, az arab államok meg nem akarnak, meg az arab liga nem akarnak, ha nincs meg az ígéret a végén. Akkor ez gyakorlatilag nagyon egy irányba mutat, hogy végül is Izraelnek kell ezt a marsal segélyt odaadnia, és Izraelnek kell finanszíroznia a dolgokat, hogy működjenek, meg legyen mit enni, meg legyen ivóvíz, meg hasonlók. Ebben nem vagyok biztos. Egyetértek velő abban, hogy ezt a kenyeret Izraelnek kell adnia. És ez egy olyan dolog, amit az izraeli hadsereg nem akar. Tehát az egész biztonsági establishment mindent megtesz, ordítanak és toporzékolnak, hogy ne essen az őrökbe ez a feladat. Ugyanakkor a Ez elvi, vagy logisztikai kérdés miatt, vagy ez anyagi kérdés is, miatt? Ez ideológiai, dolog, ideológia, ideológia. És politikai, ideológiai kérdés is, és praktikus megfontolások miatt egy hadseregnek a feladata az, hogy harcoljon, nem az, hogy kenyeret osszon a helyi lakosságnak. Ugyanakkor ez egy olyan dolog, amitől nem tudsz elmenekülni. Tehát az amerikai megszálló hatalom, amikor megérkezett Németországba, teljesen egyértelmű volt számukra, hogy összezúzták a harmadik birodalom katonai erejét, most akkor ők felelősség. If you, if you, break it, you own it, vagy angolul mondják, eltörted, az a tiéd. Ez, ez így volt Irakban, és eltörted a tiéd. Ez egy, ez egy alapszabálya minden katonai hódításnak, ezzel nem lehet kibújni. Tehát vagy elmenekülsz onnan, és akkor gyakorlatilag kapitulálsz annak ellenére, hogy megnyerted a háborút, vagy pedig vég, tovább viszed ezt a dolgot, és ebben benne van az, hogy kenyeret osztasz, és elkezdesz egy deradikalizációs folyamatot, pont úgy, mint a náci Németországban. Most ezt Izraelben a biztonsági establishment nem akarja meglépni, mert emlék, ott vannak ezek az emlékek, hogy milyen jó volt, mikor mi tartottuk megszállás alatt Gázát, senki nem akar oda visszamenni, senki nem akarja ezt a forgatókönyvet, ugyanakkor Gázát senki nem akarja. És nem, hagyhatod, nem hagyhatsz egy bukott államot magad mellett. De Tehát, akkor a PSF sem akarja gázát? Hát a deklaratív szinten nyilvánvalóan akarják, a probléma az, hogy a, a, a gázaiak nem akarják a palesztin autonómiát, és a palesztin autonómiának nincs meg a katonai ereje ahhoz, hogy ráerőszakolja a jelenlétet a gázaiakra. Magyarul a gázaiak nem akarják a palesztin államot? Nem, második, vagy ez már, az. ez már is. Nem akarják, nem akarják Abu Mazen, nem akarják a Fatahot, nem akarják a PFS-t. Tehát ott olyan feszültségek, olyan ideológiai és olyan vallási, ideológiai, politikai feszültségek feszülnek a két palesztin állam között, a palesztin autonómia és a gázai palesztin állam között, hogy tehát láttuk, hogy elküldtek néhány tisztviselőt, azokat egyből elrabolták, megölték, stb. Megérkezett ott néhány tisztviselő palesztin. Akkor ők alig fogják megkapni a kulcsokat Izraeltől. Mert Izrael odaadhatja, csak igen, nyilvánvaló. -e tehát, a nyilvánvaló nincs, meg a, nincs meg, az erejük. Tehát a Hamasnak mindenképpen meg kell, meg kell semmisíteni a politikai erejét, valaki másnak kell kenyeret osztania, és akkor ezt a kenyérosztó szerepet, aztán a cipóosztó diák szerepét át lehet adni valaki másnak. Az lehet a palesztin autonómia is, miután kigyúrták magukat egy kicsit, vagy képesek lesznek erre, vagy valami, vagy az emírségeknek, vagy valamilyen arab békefenntartó erőnek, bárki másnak, de, de ez csak miután a biztonsági problémát levettük az asztalról. Még szimpatikusabban lehet tenni bárkit, hogyha a kenyér szerepet odaadod neki, úgyhogy valójában te fizeted a kenyérnek az árát. Igen, itt a legnagyobb probléma az, hogy igazából gázat senki nem akarja. A palesztin autonómia csak a deklaráció szintén akarja, Véper a fészek. Tehát mindig az volt, mindig az lesz. Így látták az egyiptomiak a 48-67-ig tól terjedő egyiptomi megszállás alatt, az egyiptomi hadsereg pont így látta, vagy az egyiptomi kormány pont így látta a gázát, nem adtak nekik egyiptomi állampolgárságot. Be is kebelezhették volna őket Egyiptomba, igaz? Miért ne? Izrael nem állt el ellen, nem tartott igényt ezekre a területekre, nem adtak állampolgárságot, katonai megszállás volt, csak problémát láttak benne, mint mindenki. Van egy ország, amiről nem beszélgettünk, szerintem az elmúlt hetekben, így a beszélgetésünknek a végéhez közel, viszont hadd kérdezzek rá erre, ez pedig Szíria. Mindig kerültük ezt a, okay. ezt a témát. Nyilván azért, mert ez egy külön valóság, meg egy külön komplexitás, meg tulajdonképpen egy ilyen bukott államról, amiről beszélünk. De abban a szempontból kérdezném, és ez is egy itthon futó vagy futott hír még szintén múlt hétről, és ezt már a harctérben is érintettük, hogy Izrael szerint Oroszország segíthet a libanoni tűzszünetnek az elérésében, és ugye itt a, arra, arról szól a hír, hogy az oroszoktól várná Izrael, hogy segítsenek abban, hogy Szírián keresztül ne jussanak fegyverhez a hezbolának a harcosai, hogy ne tudjanak újra fegyverkezni. És akkor itt már összeér az orosz-ukrán konfliktus. Igen. Ha jól, jól érzékelem. Nem feltétlenül ér össze, de először is tisztában kell lenni az erőviszonyokkal ott Szíriában. A szírkormány... Vannak erőviszonyok? Nagyon komoly, komoly és nagyon bonyolult előviszonyok vannak. Tehát a szírkormány gyakorlatilag a területének 60%-át, az ország területe, területének a 60%-a fölött gyakorol szuverenitást. Egy. Kettő, a, a szírkormány a túlélését három faktornak köszönheti. Egyik az iráni pénzügyi támogatás, a másik a hiszbalának a, a gyalogos katonai a terepen és a harmadik pedig az orosz légierő, meg az orosz katonai támogatást. Ez a három dolog tette lehetővé, hogy Ászad elnök a székében maradjon. Most akkor a kérdés, Assad mit akar Assad? Assad szuverenitást akar, nyerekben akar maradni, és vissza akarja kapni az uralmat az országa fölött. Az ő szempontjából minden befolyás, ami, ami ott van, az, egy, az egy, egy káros dolog. Tehát szeretnék kinyomni onnan úgy az irániakat, mint az oroszokat, mint a hiszbalát, hogy ő maradjon a, a szuverén uralkodó saját országában. Teljesen érthető ambíció. Most Assad szempontjából az ügyesség abban áll, hogy hogyan játsza ki egymás ellen ezeket az erőket, és hogyan próbál a levegőben maradni, úgy vagy a, a nyerekben maradni, hogy nem rendelkezik komoly politikai erővel. És Izrael leben tudja segíteni Assadot. Ugyanakkor Izrael át is adott egy igen markáns fenyegetést Assadnak, hogy ha, ha és is bele, belép ebbe a háborúba Izrael ellen, akkor megbuktatjuk a kormányát, akkor összezúzzuk ezt az, ezt az érzékeny dolgot, és akkor síria Szíriából Libanon lesz. Tehát ilyen, ilyen, szempontból egy igen durva fenyegetést kapott Assad tőlünk, és... De akkor Izrael nem csak Oroszországra tekint, hanem a szírvezetésre is tekint ebben a helyzetben és nem feltétlenül, mint, mint kéri Oroszországot, hanem gyakorlatilag a gyakorol a szírvezetésről, ők is Tartsák vissza a Hezbollát? Paradox módon a és Izrael szövetséges ebben a háborúban olyan szinten, hogy megpróbálják. Hát igen, ezek a közel, ez a közel ezek a közelkeletnek az abszurd. Ennél bonyolultabbat már. Igen. Hát épp úgy, hogy az Egyesült Államok és Irán gyakorlatilag de facto szövetségeseként harcoltak az iszlám állam ellen, így alakult ki ez a furcsa helyzet, hogy az iráni befolyással szemben Szíria és Izrael gyakorlat. Izrael legjobb szövetségese Szíriának feltéve, hogy a, a, szabályok szerint játszik. És látjuk azt, hogy a szír államon belül is vannak, vannak szír hadosztályok, a, akik orosz bekötöttségűek, és vannak szír hadosztályok, katonai, meg, 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 szakszolgálati alakulatok, akik iráni bekötöttségűek. És ez a két befolyás küzd egymás ellen, és Szíria következetesen közölt az irániakkal, hogy kívül akarja tartani Szíriát ezen a háborúban, nem akarja Szíriát belekeverni ebbe a háborúba. Látjuk azt, hogy Izrael szabadon gyakorol hatást. Hát az Izrael, izrael kilőtte ezt azt igen, Szíriában. Azt, azt csinálunk Szíria léterében amit akarunk, és, és ez nem, nem csak kizárólag az izraeli légi felsőbb alapul, hanem Szíria is, Szíriának is valahol megfelel az, hogy néha elfüstölünk egy-egy hiszbala létesítményt, vagy, vagy néhány iráni tábornokot, vagy hasonló dolgok. És gondolom, fel lehet háborodni hivatalosan. Hát, hogy hát nyilvánvaló, hiba, hivatalos. Szuveren, megsértés. Pontosan. Igen. igen. De gyakorlatilag Szíriának szüksége van Oroszországra, és, Szíri, és, Szíriának szüksége van Izraelre, hogy az iráni meg a hiszbala befolyást eltávolítsa az országából. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy a Hiszbala, akik gyakorlatilag a pozícióban tartják Assadot, kb. a legkevésbé népszerű hatalom Szíriában. Óriási ünneplések voltak a szíriai szuniták között, akik, akiket ezek legyilkolták. A legtöbb áldozata a Hiszbalának szíriai szuniták voltak. Szíriai lakosságnak 90%-a talán vagy valami ilyesmi. Tehát itt van egy nagyon érdekes érdekazonosság Oroszország, Izrael és Szíria között az iráni és a Hiszbala befolyást kiszorítani. Akkor a kérdés az, hogy hogyan sikerül, hogyan tudja ezt Izrael ügyesen masszírozni, hogy egymás ellen fordítsa Szíriát, bocsánat, Iránt és Oroszországot, ott ahol Oroszország Irántól függ, igen, sok szempontból. haditechnikátadás, adás, rakéták, drónok, tűzérségi gránátok, tehát egy bonyolult, bonyolult egyenlet, de az, hogy van ott egy érdekellentét, az egyértelmű. és látjuk azt, hogy Oroszország soha nem tett semmit, hogy megvédje Irán-Szíriában. Iráni létesítmény, az orosz légierő nem mozdult meg, hogy megvédje őket, hanem nem fenyegetik ezek az izraeli támadások, nem csapódnak be közel az orosz repülőtér, meg az orosz hadikikötő mellett ott Szíriában, akkor az oroszokat az nem érdekli, hogy mennyit támadja Izrael ott az irániakat. Nagyon-nagyon érdekes ez a sok változós egyenlet. Közeledünk ugye a beszélgetésünk végéhez, meg közeledünk az év végéhez is. És akkor hadd kérdezzem meg így a végén, nyilván nem teljes teljesen, nem mindenben akár röviden kifejtve, hogy szerinted milyen lesz a világ 2025-ben? Jobb világ lesz mindenképpen. A világnak stabilitásra van szükséges. Ezt a stabilitást a világhoz az amerikai politikai meg a katonai hatalom adta meg. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot. Lehet szeretni, lehet nem szeretni, ez a tény. Úgy kell elképzelni a nemzetközi rendszert, mint egy boltívet. A boltívnek a záróköve az amerikai hatalom. Mikor az amerikai hatalom elkezdett zsugorodni, akkor a boltív kövei elkezdtek mozogni. Néhány kiesett, agyonvágott valakit, vagy összetört darabokra, de boltív elkezdett mozogni. Most akkor én tisztább vagyok vele, hogy vannak olyanok, akik el tudnának képzelni egy szebb boltívet, egy elegánsabbat, vagy másfajta forma tervező, gótikus boltívet, nem egy római boltívet, de, de mindig jusson eszünkbe, hogy ez a boltív összeomlik, ameddig egy új boltívet fölépítünk, addig beesik az eső. Be ez, ez, az üzenetem evel kapcsolatban. Tehát akik arról álmodoznak, Briggs, Mix, stb. Ezek a, ezek a fantáziák, ez teljesen rendben van, én megértem a motivációt, de ameddig az új boltívet fölépítjük, addig beesik az eső. Akkor alapvetően optimista vagy. Igen, abszolút. Köszönöm szépen a beszélgetést, Robert Cikászának és köszönjük szépen a Mandiner nézőinek, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek, hallgasnak bennünket továbbra is. Búcsúzik a házigazda, Póca István viszont látásra, viszont hallásra.